Kondiparkok, futópályák, szabadtéri kosárlabda és röplabda pályák. Az elmúlt években számos olyan infrastrukturális fejlesztés történt Nyíregyházán, mely a szabadidő sportot érinti. A megszépült Bújtosi Városliget rekordtámfutókört kapott, innen is jött az ötlet, hogy egy rendezvényt tartsanak a területen. A csillagfutás különlegessége, hogy este lesz. Természetesen az önkormányzat támogatja, az MB-s támogatja, és hát itt összeérnek a dolgok, mert ugye egyrészt a Bújtosi Városliget, amit most nyáron adtunk át, milyen szépen lett felújítva, most már lehet ilyen rendezvényeket tartani. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a nyíregyháziak vevők szeretik az ilyen programokat, besportolhatnak is, és segíthetnek is. Ugye itt a daganatos gyerekek, betegek megsegítéséről van szó, és hát ráadásul a különlegesség, hogy ez este lesz, azért is csillagfutás. Én mondtam is a szervezőknek, hogy kevés ilyen programot tudok, amíg el sem indult, de már beszélnek róla. Ez egy nagyon-nagyon jó hír, és remélem minél többen lesznek majd szeptember 7-én. A rendezvény egyik szervezője az Omnisforte Egyesület, mely 2018-ban jött létre. Korábban az aranycsapat kiállítást is ők hozták Nyíregyházára. Egyesületünk létrejöttének egyik célja az volt, hogy bekapcsolódjunk Nyíregyháza közösségi életébe. Lokálpatriótaként olyan rendezvényeket szerettünk volna létrehozni, ami élményt nyújt, és amellett értéket teremt is, hiszen különleges események szervezésével gondoltuk azt, hogy színesebbé tesszük a város közösségi életét. Szeptember 7-én 16 órától már számos program várja a városlakókat a Bújtosi Városligetben. Három távvára futókra, de nem versenyről van szó, így minden célba érkező érmet kap. Másfél, 4,5 és 9 kilométer a versenytáv. Nevezni online formában még lehet, és a helyszínen is lehet majd jelentkezni. Különleges futást hoztunk létre a csillagfutás néven, még lehet nevezni szeptember 5-ig, éjfélig online interneten lehet nevezni, és a helyszínen is van mód és lehetőség arra, hogy szintén benevezzenek a három távra. Olyan távokat választottunk, ami mindenki számára teljesíthető, van egy legkisebb táv, egy 1,5 kilométeres, egy egykörös, van egy 3 körös, egy 4,5 kilométeres, és van egy 6 körös, egy 9 kilométeres, amely a futóknak, a rendszeresen futóknak egy kedvelt távja lehet majd. A csillagfutás első futama 18 óra 30-kor startol, az utolsó pedig 20 órakor. A futókört szinte végig kivilágítják, de lesz egy kis erdei szakasz, ahol jól jön, ha lesz az indulóknál lámpa. A nevezési díj előnevezés esetén 2000 forint, és a teljes bevételt a József András Oktatókórház onkológiai részlege kapja. Nagyon sok mindenre szükségünk van, nagyon sok mindent föl tudunk használni. Úgyhogy szoktam fogalmazni mindig, hogy ugye ez az egészségügy hatalmas tengerébe, ami hatalmas pénzbe kerül, kis dolgok is nagyon sokat számítanak. Szeretnénk a hospice ellátást erősíteni, tehát a daganatos betegeknek, ugye a hospice ellátás az utolsó végstádiumban lévő betegeknek az elkísérése, ami nagyon nehéz feladatot jelent mind a beteg számára, mind a hozzátartozók számára, az ápoló személyzet számára, úgyhogy ehhez a tevékenységhez bizony nagyon sok forrásra van szükség, úgyhogy köszönjük is előre, hogy ezt felajánlotta a csillagfutás szervező egyesület, és hát a város is támogatja, nem beszélve arról, hogy ha végig gondoljuk azt, hogy a futás, a mozgás egy prevenciót is jelent, akkor különösképpen hasznos lesz ez a nap. A szervezők bíznak abban, hogy sokan vesznek majd részt, így komoly adományt kaphat a kórház. 500 futó esetén ez az összeg már elérni az 1 millió forintot. A futók között értékes tombola nyereményeket is kisorsolnak, a fődíj egy kerékpár lesz.